mesebeli világba képzelheti magát, aki szereti csodálni a természet alkotta ásványi kőzeteket. Talán a kristályok, a megtört fények, a csodás tükröződések vágyának látványa szólította el a nyüzsgő városból több mint két évtizede Korim Lászlót, hogy a zempléni lankák között megteremtse a saját világát, modernkori remeteként kissé kilépve a hétköznapok szorításából. Lett egy fölismerésem, rájöttem, hogy az idő az mindenkinek ugyanannyi. Ugye mindig azon bosszankodom, amikor nekem mondják azt, hogy bezzeg, én azért tudok szép köveket találni, mert van időm. Mondom, nekem ugyanannyi idő van, mint neked, mert megszületek és meghalok, és a kettő közötti tartam az, ami rendelkezésemre áll. De az, hogy ezt hogyan töltöm el, az már az én dolgom. És ugye ebben nem gondolnak bele sokan. Nekem az a célom, hogy minél több dolgot megismerjék a világból. László abban a világban is dolgozott, ahol pénzzel mérték a jólétet. Bróker volt, több évig, és éppen ekkor jött rá, hogy nem a félretett forintok hozzák meg számára a boldogságot, hanem az, ha úgy és ott él, ahol mindig is szeretett volna. Városi panellakását régi parasztházra cserélte Kishután, ahol csak a nyílászárókat újítatta fel. A napi munkája, hogy fenntartsa magát. A lelőhelyekben gazdag hegyvidéket kutatja, ásványokat gyűjt, ha kell, ebből él. Miskolcra jártam a nehézipari, a geofizikus szakon másfél évet. És ott ugye tanultunk ásványkőzettant, ott volt egy csomó ásvány, kiállítás is volt. Az ember beleszeretett, mert gyönyörűek ezek a dolgok, tehát tényleg azok a szép formák, színek, amiket hordoznak ezek az ásványok, és hihetetlen milyen nagy változatosság van bennük. Két részből tevődik össze a működésem, egyrészt a kutatásból, ott ugye föltárom, hogy no, hol mi lehet, ugye összegyűjtem a megfelelő adatokat, amik szükségesek ehhez, és utána meg, mikor olyan helyzet van, akkor kimegyek a dolgozokásokra. Ha én nem szedem ki, akkor nem fogja senki látni. Tehát nekem pont az volt mindig a vezérellem, hogy ebből egy kiállítást csinálni. Hát úgy néz ki, hogy talán az idén ebből lesz valami, bár most elég érdötök a dolog. És ha ezt sikerül megoldanom, hogy zemplén ásványait tényleg megfelelő módon sikerül bemutatni, akkor én úgy gondolom, hogy érdemes volt táskálni. László azt mondja, hazatalált, hiszen egy faluban nőtt fel, mindig szerette a természet közelségét, és persze a szabadságot, vagy legalábbis a kötöttségmentességet. Járni az erdőt télen-nyáron, esőben vagy fagyban, ez az, ami feltölti. A környék varázslatos, manapság egyre többször kérik fel, túravezetőnek is. Kisebb-nagyobb csoportjait nem mindig a járt úton viszi. Én gyakorlatilag az életemet kint a természetbe töltöm, annál nagyobb erő nem létezik szerintem. Ugye az evolúció során ott alakult ki az ember, csak ugye sok ember már elidegenedett ettől a dologtól. Az utóbbi hétben borzasztó hidegek voltak, ilyen 16-18-20 fokok voltak, az azért megfogta a talajt rendesen, ilyen 20-30 centi mélyen csontra fagyott. És hát ugye most úgy tűnik, mintha már olvadozna, de csak a felső egy pár centi az, ami elolvadt, alatta még mindig kőkemény az egész, mint a beton. És hát éppen át lehetne törni, csak nem érdemes, mert ha olyan ásvány van benne, akkor maga az ásvány is megsérül, elpusztul, eltörik. László élete legjobb döntésének tartja azt, hogy ide költözött. Nincs autója, telefont kapott a barátoktól, bár az erdőben nemigen van térerő. A házban nincs tévé, a számítógépen képeket, filmeket néz. Az egyetlen fűtött szobában saját maga készítette festmények a falon, és mindenfelé ásványok az elmúlt 20 évből. Eleinte én voltam a csendes bolond, vagy őrült, vagy nem tudom micsoda. Ugye sokáig nem tudták, hogy ki vagyok, miből élek. Na akkor úgy alakítottam a dolgot, hogy ide behoztam az embereket ide, egy-két embert innen-onnan. Beszélgettünk, megmutattam a köveket, csak hogy tudják, mert ha ismernek, akkor nem fognak svindlinek nézni engemet, tehát mindjárt másképp állnak hozzá. És ugye ilyen módon megismerték, hogy egyáltalán mivel foglalkozok, én lettem a falu köves embere, úgymond, ők neveztek el Kövinek, vagy Köves Lacinak, és hát ilyen módon aztán elfogadtak.
Boldogság az egy nagyon érdekes fogalom, az nem egyszerű dolog megállapítani, hogy micsoda. Mert mi az, hogy boldogság permanensen? Ilyen nincsen. De azok csak kis időszakok. Tehát az, aki folyamatosan boldog, az szerintem nem boldog, mert az, valami más már. Én a nappal akkor vagyok elégedett, hogyha úgy érzem, hogy nem volt felesleges. Tehát, hogy esetleg ugyanúgy meg is ismételném, ha újra kezdődne az a nap. Mert akkor tartalommal telt meg. Most ez nem azt jelenti, hogy mit tudom én aktívan ezt vagy azt csináltam, vagy találtam követ. Esetleg egy olyan gondolat jutott az eszembe, vagy olyan dolgot megláttam a természetbe, amit addig nem láttam meg és felismertem. Ez nagy élmény.